Üdvözletem! Ez itt a Horrorszkóp, és ebben a videóban Dario Argento egyik újabb filmjéről, mármint a csatornám történetében egy újabb filmjéről, az Operaház fantomjáról, amit 1998-ban forgatott részben, sőt, főként Magyarországon. Erről szeretnék nektek beszélni. Vágjunk is bele! Film csak DVD-n van meg nekem, szeretném majd idővel azért szerintem Blu-ray-en is beszerezni, ha már a Dracula 3D is megvan. Bár előre lelövöm a poént, hogy ezért a filmért sem rajongok Argentótól, de majd ki fogok rá térni. Mindenesetre nekem ez a verzió van meg, egy elég is érdekes DVD, ugyanis két oldalas a DVD. Az egyik oldalon a teljes képernyős film van, a másik oldalán a széles vásznú, hát én a széles vásznúban néztem meg, itt pedig egy ilyen kis hát nem füzetecske, egy lap van igazából, egy oldalú lap, amin ugye a jelenetek vannak feltüntetve. Illetve van egy nagyon pici extra is a lemezen a forgatásról. Majd ott van Argento is, meg egy interjú Julian Sands-el, aki a főszereplője a filmnek, ő az Operaház fantomja. Hát Julian Sands-et ismerjük a Warlock első és második részéből, amíg főleg az elsőt azt én nagyon bírom. Az az elképesztően jó kis szórakozás, a második rész is szerintem rendben van, abban is a Julian Sands volt. Na, de ennek a filmnek a zenét Ennio Morricone csinálta, nyugodjél békébe, gyönyörű muzsikája van ennek a filmnek. Fülbemászó, az effekteket Sergio Stivaletti csinálta, akiről már többször volt szó ezen a csatornán, például a Bex Max című filmet ő rendezte. Vagy ugye jó pár Argento filmbe, nem csak Argento, de sok olasz horrorfilmbe jó volt ugye a Trükkmester, főszerepben Julian Sands, ahogy említettem a Warlockból, és persze Ázia, Argento, ki más lenne. A Argentónak ugye a lánya, aki már a Dracula 3D-ben is ugye meg lett említve, meg persze a Stendhal szindrómánál, meg a Könnyek anyánál is a videóban. Tehát egyre több film előkerül Argentótól, hát nekem a kedvencem. De időben próbálok változtatni, hogy most úgy vagyok vele, lehet, hogy bennem van egy, nem azt mondom, hogy drukhelyzet, de egy olyan érzés, hogy lehet, hogy elsőnek a gyengébb filmét kéne le tudjam, mert mondjuk a számomra a legjobb, a Suspiria, meg a kedvenc filmem a világon, arról volt már videó, meg annak a folytatásáról, az Infernóról, ami két elképesztően jó film. De azóta ugye csináltam videót a Stendhal szindrómáról, a Könnyek anyjáról, amik nekem olyan közepesek, illetve a Dracula 3D-ről, ami nagyon-nagyon rossz. És erre is azt mondanám, hogy nem jó film, hogy így előre lelőjem ugye a poénna, de merüljünk is bele. Ezt a filmet Magyarországon csinálta Argento, ami nekem nagyon szívmelengető. És sőt, akik készítették a Hasfelmetsző című magyar trash horror filmet, ők is a készítőjének a trash horrorfilmek lementek a forgatására, és beszéltek is Argentóval, amit találkozhattak is vele, és volt is erről egy cikk, hogy nagyon jókat veszekedett a lányával akkoriban, Argento Áziával. Hát ez 22-23 éve volt, bocsánat. És a helyszín ugye a Magyar Operaház, ott is játszódik maga a film, és tele-tele van magyar színészekkel a film. És ez is egy jó pofa dolog, hogy én felismerek mondjuk színészeket a filmbe, magyar színészeket ezekbe a filmekbe. Érdekes, hogy van a filmben nem kevés mesztelenkedés, amit igazából indokolatlannak éreztem ebbe a filmbe. Most mondom azt, hogy mit tenni indokoltál például kannibálos filmbe, az persze az indokoltá teszi, de ebbe a filmbe kicsit olyan indokolatlanná tettem, például főleg annak a nagy darab opera énekesnőnek is, hogy a kebleit megcsodálhattuk. Persze Áziának a testét azt megint láthattuk. Szegény az Argento filmekben az nem mutogatja magát. Illetve van egy ilyen török fürdős rész, ahol nesztelen férfiak is voltak, amit úgy annyira én személy szerint meg a szemgolyóim nem kívántak, hogy lássak. De azért vannak fedetlen női keblek is ebben a filmben. De azért térjünk is rá, miről szól a film. Természetesen az Operaház fantomjáról. De ez egy más verziója, más megközelítése az eredeti szornak, amit Gaston Leroux írt, ugye? Én láttam azt a verziót, ami az 1940-es években készült, meg is van nekem Blu-ray-en valahol a Universal Horror Collection-ben.
nagyon jó, az egy elképesztően jó film, illetve megvan ugyanúgy Blu-ray-en a Robert Englandos Operaház fantomja, ami szerintem az is csak egy tök jó film, bár az is már máshogy meséli el a sztorit, de ez a film az, ahol nagyon sokat változtattak a történeten. Tehát ugye pont említettem a Dracula 3D-nél is, hogy Argento már a Dracula 3D-nél is ugye változtatott valamennyit ott a sztori, nem túl sokat, de valamennyit itt, jóval többet ugyanis. A film legelején az Operaház fantomjának a szülei beledobják a fantomot, mikor még kis baba, egy kosárba ugye a vízbe. Tehát ledobják a hidról, egyből eszembe jutott a Batman visszatér, mint amikor a pingvin embertől megszabadulnak a szülei. Körülbelül ugyanaz. És akkor ugye bemegy ugye a kanálisba, meg ugye a barlang alá, mert ugye az operaház egy barlangra épült, és ugye az alatt csörgedezik ugye egy ilyen, hát nem kanális, de na mégis ilyen vizecske, és ott a patkányok nevelik fel az operaház fantomját. Tehát ez is egy ilyen érdekesség, hogy patkányok hogy nevelik fel, jó, hát a pingvinek is felnevelték a pingvinembe, nem azt mondom, meg ott ugye a különböző ilyen cirkuszi bohócok abban a filmben, de ebbe patkányok világít a szemükben, minden kicsikét ilyen hát, misztikus, ilyen természet fölötti patkányok is lehetne mondani őket, és azok felnevelik ezt a fantomot. És bárki, aki letéved ugye át a ballangjáratokba, mert megy ilyen mende, mondta, hogy a operaház alatt él egy fantom, akinek sok aranya van, mint kiderül ez valamelyest igaz is, és próbálnak ugye mindannyian szemet vetni az aranyra, hát mind-mind póruljának, hát a fantomnak ugye egyszerűen nehéz ellenfelet találni ebbe a filmbe. És ki is térnék itt a góros részekre, pont ezért, mert ugye többen vannak, akik próbálják elszedni az aranyat. Ugye, ahogy mondtam, Sergio Stibaletti csinálta ugye az effekteket, és teljesen rendben van a góros része ebbe a filmbe. Azt kell mondjam, hogy maga a gór, ami van a filmbe, bár nem az a túlzottan, tehát például ott van a könnyek anyja, abban jóval több gór van, mint ebbe a filmbe. De ami van, az legalább jól néz ki a filmben, ezt a számlára írhatjuk. Stivaletti igazából nem nagyon lehet vele mellélőni, mert amit kérnek tőle, azt meg tudja csinálni. Tehát első osztályú maszk effektmester tényleg nem nagyon ért hozzá. Bár a Dracula 3D-ben nem igazán tudta megcsillogtatni a tehetségét, mert abban is volt egy-kettő dolog, de hát ott nagyon rá feküdtek, ugye nagyon hagyták magukat, hogy a CGI megcsinálja a dolgát. Addig itt legalább még tényleg a klasszikus módszerek vannak, bár már ebbe is van CGI, ugye Argento a Stendhal szindrómánál kezdte ezt el. Annak idején ugye mondták is, hogy a Stendhal szindrómánál, hogy ez volt az első olyan olasz film, amiben használnak komputer segítségét, CGI-t, és ebbe is van, és ami van, szerintem nem jól néz ki. Tehát gagyinak is mondhatnám azokat az effekteket. Van egy ilyen rész, hogy az operász fantomja fennül a operász tetején, és így gondolkozik egy elképesztően látványosan zöld háttér előtt, tehát green screen előtt készülhetett az a rész, látszik a háttérben, mert minden, és így elmered, és a gondolataiban lát egy hatalmas patkányfogót, ahol ilyen különböző emberek vannak elfogva. Tehát maga ez a látomás is egy ilyen morbid, hogy micsoda, tehát, hogy miért pont egy patkányfogóba emberek, persze, hogy a patkányokat elfogják az emberek, de olyan semmilyen ilyen bugyutas elmet tartottam, meg látta ott Ázsiát táncolni ugye a látomásába. Ilyen nagyon béna szerintem a Green Box ebben a filmben, már elnézést, nagyon gyenge. A színészi játék az megint csak azt kell mondjam, hogy gyengus. Bár azért van egy-kettő, akinek úgy elmegy a játéka, például Julian Sands-nek, de például Ázsia itt is egy picikét szerintem túljátsza magát, bár itt azért nem annyira zavaró, mint például a Dracula 3D-be, legalábbis számomra, elmegy. Magyar színészek azok, akik vannak, immelámmal elmennek, és konkrétan maga a film az egyébként arról szól, ugye, hogy van egy hatalmas operaház, Ázsia, Argento, úgymond a másodhegedűs, tehát van egy főasszonyság, aki az operában énekel, nagyon jó hangja van, és ő nem hagyja érvényesülni Ázsia Argentót, úgy bánik vele, mint egy szolgával, mint egy csicskával, nem akarja hagyni se, hogy Ázsia feltörjön, úgymond.
És persze Ázsia Argento az ugye gyakorol elég sokszor ugye a színpadon, és a Phantom ugye kihallgatja őt, ez meglesi, és nagyon tetszik ugye a Phantomnak, ahogy az Ázsia Argento énekel. És ez viszont a klasszikus recept ugye, hogy szeretné, hogyha az a nő ugye feltörne, de ennek ugye muszáj, hogy ezt azt tegyen a Phantom, tehát borsot tör az emberek orra alá, egy-két embert eltesz ugye láb alól, és igazából erről szól, és utána elcsábítja még Áziát, leviszi magával a barlangba, tehát a magáévá is teszi, egymás kedvére tesznek, inkább így fogalmazok, és belehabarodnak egymásba, bár Ázia egy idő után már látja, hogy ez nem fog működni, és olyankor látszik amúgy, hogy Ázia kicsikét túljátsza a szerepét, főleg amikor szétszakítják őket, előtte meg, hogy utálta, és hát röviden erről szól az a film. És van egy rész a filmben, tehát ez meg a másik, hogy mennek a barlang alatt ilyen patkányírtók, és egy kis járgánya van, egy kisnövésű ember, nem akartam azt mondani, hogy törpe, de hát nagy kisnövésű ember, egy másik ürgéves, egy ilyen furcsa szerkezeten mennek, mert azért is furcsa, mert a film ugye az 1800-as években játszódik, és ilyen szerkezetek biztos, hogy nem voltak, tehát ez is egy kicsikét ez a fantasztikum részéhez tartozik a filmnek, amit így érdekes, tehát ilyen furcsa egy ilyen elegye a filmnek. És mennek is nyírják ki ugye a patkányokat, besöprik a gépbe és így elpusztítják, és hát így néztem, hogy jaj, ezt mondom, ez nagyon erőltetett, meg ott a zene se az igazi, a színészi játék az teljesen nincs szinkronban az egész jelenettel, de ez viszont tetszik, hogy elbánnak velük, tehát az megint azzal végződik, hogy a Phantom akcióba lép. Tehát tele van ilyen bizarr jelenetekkel ez a film, ezért mondom, ez a patkányírtós, akkor a Phantom így gondolkozik Áziának a színészi játékával, a török fürdős rész, meg ezek a indokolatlan mesztelenségek, és zagyvaság az egész film, nem tudom szebben mondani. Most láttam életemben szerintem harmadszorra vagy negyedszer ezt a filmet, ugyanis próbálom mindig a videó előtt, ugye mindig megnézem a filmet újra, és utána mondok róla a véleményt friss szemmel, és egyszer se tetszett volna, bár valahol azért tudott jó hangulatot teremteni Argento, tehát az azért tud érteni, még a rosszabb filmekben is, illetve néha elkaptam egy kis hangulatot, és a film el tud azért kapni itt ott egy-egy hangulatot, ami tök jó. De ez édes kevés ahhoz képest, hogy miket csinált még. Hát ezelőtt csinált a Stendhal-szindrómát, ezelőtt például a Traumát. Egyik se szerintem egy olyan kifejezetten erős film, de ehhez ezelőtt például ugye 10 évvel, 87-ben, tehát 98-as, hát 11 évvel ezelőtt megcsinált az opera című filmet. Tehát összenekeverjük ezt a filmet az Opera, vagy Terror at the Opera című Argento filmmel, mert ég és föld, az egy zseniális giallo. Mindenkinek ajánlom, az elképesztően jó. Ezt viszont csak annak tudnám ajánlani, aki kőkemény Argento fan, tehát aki minden filmet meg akarja nézni, még akkor is, hogyha tudja, hogy a film gyenge lesz. Mert ez sajnos ez egy gyengus film. Úgyhogy röviden én ennyit mondtam volna erről a filmről. Érdekel, hogy nektek mi a véleményetek róla. Ha tetszett a videó, dobj rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóig is béke!